Ebben a mai videóban azt nézzük meg, hogy milyen hátrányokkal jár az alacsony zsírtartalmú diéta, illetve hogy mi okozhat alacsony zsírhasznosulást a szervezetünkben. Szeretettel köszöntök mindenkit! Ha nagyon kevés zsírodékot eszünk, zsíros húsokat, kevés halat, tojást, sajtokat, vajat, növényi olajokat, az hosszú távon komoly egészségügyi problémákhoz vezethet. Az első probléma, hogy lecsökken a zsírban oldódó vitaminok szintje a szervezetünkben, mert ugye nincs elég zsír, amelyen keresztül ezek a vitaminok hasznosulnának. A, D, E és K vitamin szint csökkenés. Az A vitamin a szemek és a bőr egészségéhez kell, a D vitamin az immunrendszerhez, a gyulladás csökkentéshez, a csontokhoz, az E vitamin a hormonokhoz és a szív egészségéhez, K vitamin a kálciumhoz, a vérképzéshez. Látásromlás, bőrszárasság, gyakori fertőzések, gyulladások, hormonegyensúly felborulás, gyakori vérzések, szívproblémák. Ha ezek közül több is jelen van nálad, valószínűsíthető, hogy hiány van a zsírban oldódó vitaminokból. Hiába pótolunk D-vitamint készítményekkel, ha közben alig eszünk állati zsíradékot, koleszterint. A következő probléma a csoport az aggyal összefüggő betegségek. Az agyunknak több mint a fele zsírokból tevődik össze, az idegeinket egy zsírréteg borítja, ezt mielin hüvelynek nevezzük. Ha hosszú távon alacsony a zsírok aránya a táplálkozásunkban, romlik a hangulatunk, ami depresszióhoz, szorongáshoz vezet, romlik a memóriánk, csökken a koncentrációs képességünk. Hangulatromlás, depresszió, alacsony stressztűrő képesség, romló memória esetén az első lépés szinte mindig az állati zsíradék arányának megemelése a táplálkozásunkban. A harmadik nagy problémakör a hormonokkal kapcsolatos. A hormonok létrehozásához tesztoszteron, ösztrogén, progeszteron, kortizol, szerotonin és mások koleszterinre és zsírokra van szüksége a szervezetünknek. A hormonok lényegében a zsírokból jönnek létre. Ha kevés zsíradékot fogyasztunk, az előbb-utóbb a hormonrendszerünk egyensúlyának felborulásához vezet. A negyedik probléma, hogy ha kevés zsírt viszünk be, több szénhidrátot fogunk fogyasztani, mert valahonnan ugye kell energiát nyernünk, ami azt eredményezi, hogy soha nem leszünk igazán jól lakottak. A szénhidrátok rövid ideig biztosítanak energiát, rövid időn belül újra ennünk kell, hamar leszünk éhesek. Ezzel szemben a zsírok hosszabb ideig kitartanak. Ez ugye az inzulin rezisztencia és a fogyás szempontjából is problémás, mert ha naponta többször étkezünk, soha nem fogunk tudni lefogyni, és az inzulinunk is állandóan magas lesz, ami növeli ugye a cukorbetegség kialakulásának kockázatát. Az éveken át tartó alacsony állati zsírbevétel az epehólyag gyengeségéhez vezet, lényegében elsatnyul, majd később nagyon sok esetben epekövek alakulnak ki, azaz az alacsony zsírtartalmú diéta epeköveket okozhat, amit az orvosok az epehólyag eltávolításával oldanak meg. Ha valakinek eltávolították az epéjét, romlani fog a zsírok hasznosulása az emésztőrendszerében, mert az epehólyagnak ugye az a feladat, hogy koncentrálja az epesavat, azaz, hogy hatékonyá tegye ahhoz, hogy a zsírok és a zsírban oldódó vegyületek megfelelően hasznosulni tudjanak. Ha eltávolították az epénket, fontos az epe és a máj rendszeres megtámogatása, epesavakat tartalmazó készítményekkel, májműködést támogató gyógynövényekkel és sok zöldszínű zöldséggel. A statinok, tehát a koleszterin csökkentők, csökkentik a koleszterin mennyiségét, ami leegyszerűsítve olyan, mintha csökkentenénk az ételekkel elfogyasztott zsírok mennyiségét, azaz a koleszterin csökkentők a zsírbevitellel szemben dolgoznak, csökkentik a hasznosuló zsír arányát a szervezetünkben. Csökken ezen kívül a zsírok hasznosulása a krombetegség, cölikália, cisztás fibrózis, májgyengeség, például májgyulladás, vagy elzsírosodott máj esetén, alacsony gyomorsav szintnél, vagy gyenge gyomorsav esetén, és ha gondok vannak a hasnyál mirigyel, például ha nem termel elég lipázenzimet, ami ugye kell a zsírok hasznosulásához. A legjobb zsírforrások a halételek, például a füstölt lazac, pisztránk, a zsírosabb marhahúsok, a tojás, a vaj, a sajtok, a növényi eredetű ételek közül az avokádó, az olívaolaj, a lermagolaj, a dióolaj, a szőlőmagolaj, a homoktövis magolaj. Nagyon sokat tehetünk az egészségünkért,
ha nem csökkentjük le a zsírok, főként az állati eredetű zsírok fogyasztását. Sajnos a különböző gazdasági érdekek miatt egyes orvosok évtizedekig hazudták a lakosságnak, hogy a zsírok, a koleszterin okozzák a szív- és érrendszeri problémákat, így még a mai napig is sokan vannak, akik elhiszik ezt a hazug paradigmát. Azt vegyük figyelembe, hogy olyan létezik, hogy eszenciális zsírsav és eszenciális aminosav, azaz szükségszerű, más szóval elengedhetetlen a szervezetünk számára, de olyan nem létezik, hogy eszenciális szénhidrát. Tehát nem létezik olyan szénhidrát, ami a testünk számára elengedhetetlen ahhoz, hogy egészségesen működjön. Bármely területet is nézzük a testünkben, mindenhol zsírokat találunk, minden egyes sejtünk sejtfala egy-kettő zsírrétegből áll, az agyunk nagy része zsírokból áll, a bőrünk hámrétegei nagy része zsírokból és kollagénből állnak, a hormonjaink ugye zsírokból jönnek létre. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet az alacsony zsírtartalmú diéta veszélyeiről, nyomj egyet a videó alatti tetszik gombra, mert így a YouTube másoknak is fel fogja ajánlani ezt a videót megtekintésre. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.